Itt Tonyt. El akar válni tőle, hogy az én feleségem lehessen. Emlékszel, mondtam is egyszer, hogy Rachel közölte, hogy elválik. Igen. Csak rád számíthatok, mama. Kérlek. Hinned kell nekem. Segíts. Hozzak. Egy sört kérek. Már is. Te gazember, te loptad el a pénzem. Ugyan, tűnjön innen! Aljas gazember, te raboltál ki! Elvetted a pénzem a férfi mosdóba, disztó mocskos fejnek! Hey, hagyja abba! Hagyjon, mivel, micsoda viselkedés ez? Látta azt az ember, kirabolt engem! Hagyja abba, uram, nyugodjon meg! El a pénzemet nyugi, pár napon ezelőtt! Hagyjon engem békén! Te pas, pálkaráj! Hibám csak annyi, hogy ostoba módon beleszerettem abba a nőbe. Szereted még őt? Nem. Most már nem. Ez egy boszorkány. Mindenkit az orránál fogva vezet. Én már nem tudom, kinek higgyek. Beszéltem Rachel-lel, elmesélt mindent. Olyan kedvesnek és őszintének tűnt. Azt mondod, hogy én hazudok? Nem, Max, csak... Mit gondolsz, Tony szerelmes belé? Persze. Miért ne lenne? Rachel gyönyörű nő és szexis. Milyen a viszonyuk? Nem tudom. Hol együtt, hol külön szobában alszanak. Dühösek egymásra? Nem tudom. Miért nem dobja ki Tony Rachelt? Azt mondta, ha Rachel nem terhes, elválik tőle. És mi van? Terhes? Nem. Mama. Haza akarok jönni. Ó, Max. Rossz egyedül. Ó, drágám, a helikopter baleset után Tony nem tudna... Ide hallgass, mama. Az életemre esküszöm neked, hogy nincs közöm a balesethez. Tényleg azt hiszed, hogy Rachel tette? Igen. De egyedül képtelen lett volna rá, vajon... Vajon ki segített neki? Nem tudom. Fogalmam sincs. Fizetni szeretnék. Hozom a számlát. Szia. Jó, hogy itt vagy. Beszélnem kell veled. A te David Larchmanod eltűnt a hotelből. Egy csomó pénzzel tartozik. Nekem is pénzzel is, és magyarázattal is. Magyarázattal?
belerángatott valamibe. Hol ismerted meg? Nem tök mindegy. Egy barátom mutatta be. Akkor ez a barátod megmondhatja, hogy hol van. Szólnunk kell neki a pénz miatt, és figyelmeztetni akarom, hogy nagy bajba keveredtünk. Mi? Miért? Hogy? Hát Annie-nek van egy Martin nevű barátja. A Stagdale-házban dolgozik, és tudja, hogy nem a lány ütötte el Dennyt. Martin? Az, és Mr. Stagdale aposával barátkozik. Az ő lányára kentük a balhét. Mi lesz, ha Martin beszél? Ugyan azt mondja Annie-nek, hogy hallgat, de hát sosem lehet tudni. Martin, hogy jött rá az egészre? Látta Danielt sérülten, jóval a baleset előtt. Szólni kéne Mr. Largemannak, hogy fizesse le Martint. Mert ha ő beszél, mindannyian börtönbe kerülünk. Francba, rendben. Össék. Ezen a címen megtalálsz. Ha előkerül az űrge, szólj neki is. Muszáj vele beszélnem. Ez muy importante. Érted? Igen. Viszlát, kicsi. Szia. Igen, jó számot hívott. Mr. Largemant keresem. Megtudhatom, ki keresi? Julie. Mr. Largemant most nincs itt. Fontos ügyben keresem, tudja, hova ment? Nem. Hagyjon üzenetet, visszahívja. Nekem nincs telefonom. Ah, jó, akkor hagyok neki üzenetet. Először is sok pénzzel tartozik nekünk. Másodszor van valaki, aki tud mindent, világos? Mindent tud. Mi az a minden? Hát mindent. És ha Mr. Stagdale rájön, én kipakolok ám neki mindent. Várjon egy percet, én nem vagyok biztos abban, hogy Mr. Largemant visszajön még ma, de én is tudok mindenről. Találkozzunk valahol, és beszéljük meg a dolgot. Most hol van? Ha ma mégsem jönne meg, holnap felhívom újra. Csak adj át az üzenetemet. Ennyi. Várjon! Mi van? Találkoztatok? Nem. Hogyhogy nem? Nem ment el a klubba? Nem tudom. Összefutottam valakivel, aki ismer a klubba. Na és? Oda jött hozzám, így aztán nem maradhattam ott. El kellett jönnem. Nézd, szerintem így még jobb is lesz.